Ebben a mostani videóban a vesekőről lesz szó, a vesekövek kialakulásának okairól és arról, hogy miként lehet megszabadulni tőlük. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárt. Elég sok embernél alakul ki a vesekő, nagyjából 10-ből egy embernek van veseköve, de azok közül, akinél kialakul a vesekő, nem mindenkinél jelentkeznek a negatív tünetek. Többféle vesekő létezik, attól függően, hogy miből és hogyan alakul ki. Most ebben a videóban a leggyakoribb vesekő féléről lesz szó, a kálcium-oxalát kövekről, mely a veseköveknek nagyjából a 80%-át teszi ki. Az első fontos dolog, amit a kálcium-oxalát kövekkel kapcsolatban meg kell érteni, hogy a kialakulásuk hátterében az áll, hogy a folyadék a vesékben túlzottan koncentrált lesz, és az állapot fennáll hosszabb ideig. A vesékben lévő folyadék koncentráltságát elsősorban az elegendő víz fogyasztásával lehet megelőzni, tehát a vesekő megelőzés egyik legfontosabb lépése az az elegendő víz fogyasztás. A legjobb víz, amit ihatunk ilyen esetben is, az a desztillált víz, azaz a tiszta H2O, amit otthoni vízdesztilláló készülékkel lehet előállítani olcsón és egyszerűen. A desztillált víz ugye nem tartalmaz szervetlen ásványi anyagokat, például a kálciumot, mely tovább súlyosbítaná a problémát. A második lépésben fontos megérteni, hogy mik azok az oxalátok, és hogyan tudjuk csökkenteni negatív hatásaikat a szervezetünkben. Az oxalátok jelen vannak különböző növényi ételekben, és a testünkben vegyülnek a kálciummal, így jönnek létre ugye a sárgás színű, kristályszerű képződmények, a kálcium-oxalát kövek. Az oxalátok negatív hatásait először is úgy tudod csökkenteni, hogy kizárod, visszaszorítod a magas oxalát tartalmú ételeket a táplálkozásodból, így kevesebb kerül be a testedbe belőlük. A magas oxalát tartalmú ételek listáját számos helyen megtalálod az interneten. Másodszor pedig a sajtok fogyasztásával is tudod csökkenteni az oxalát kövek kialakulásának esélyeit, például feta sajttal vagy lassan érlelt sajtokkal. A sajtok azért segítenek, mert a bennük lévő kálcium már a gyomorban megköti az oxalátokat, így azok ugye nem kerülnek át a vesékbe, hogy az ott lévő szervetlen kálciummal létrehozzák a köveket. Tehát például, ha tudod, hogy éppen egy magas oxalát tartalmú ételt eszel, egyél mindig hozzá vagy utána valódi sajtot is. A harmadik fontos tudnivaló a vesekövekkel kapcsolatban, kapcsolódik valamennyire az előző ponthoz, ha nem szívódnak fel a zsírok megfelelően az emésztőrendszeredben, számos ok miatt, például IBS, az epehólyag hiánya, epesav hiány vagy hasnyálmirigy problémák miatt, akkor az történik, hogy a belegben lévő zsír csökkenteni fogja a kálcium mennyiségét, aminek az lesz a következménye, hogy több oxalát fog felszívódni, mert ugye nem lesz elegendő kálcium, ami megkösse az oxalátot. Ezért nő meg a vesekő esélye például paleo és ketogén diéta esetén is, ahol ugye magas a zsírbevitel. Paleo és ketogén diéta esetén sok zsírt fogyasztunk, illetve magvakat, például mandulát, az egyik legmagasabb oxalát tartalmú ételt. Tehát a sok zsír hatására csökken a belegben a kálcium szintje, majd a magvakon keresztül sok oxalát szívódik fel önmagában. Így nem lesz elegendő kálcium, ami ugye megkösse a vékony bélben. Ebben a harmadik lépésben magas zsírbevitel esetén az átlagosnál még több természetes kötésű kálciumot kell bevinni az ételekkel a táplálkozás során. A negyedik a citrátok. Ha valakinek gyakran van visszatérő veseköve, valószínűleg kevés citrusfélét is fogyaszt. Vesekő esetén sokat segít, ha minden nap iszol citromlevet, például limonádé formájában, salátával, vagy gyümölcs turmixokban. A citrusfélékben lévő anyagok gátolják bizonyos mértékig az oxalátok felszívódását, tehát kevesebb fog belőlük felszívódni. Nagyon sokféle készítményben az ásványi anyagok citrátkötésben vannak, így például magnéziumcitrát, káliumcitrát, kálciumcitrát, ezek is hasznosak a citrátpótláshoz. Az ötödik megoldás a bélflórában keresendő. A vékony bélben vannak olyan hasznos baktériumok, melyek oxalátokkal táplálkoznak, azaz felhasználják őket. Tehát ha például valami miatt károsodott a bélflórád, mondjuk antibiotikumok hatására, vagy egyéb bélrendszeri probléma miatt, akkor azáltal, hogy károsodtak ezek az oxalátfogyasztó baktériumok, kialakulhat a vesekő. Ebben az esetben a probiotikus ételek fogyasztása, vagy probiotikum tartalmú készítmény szedése egy fontos lépés.
A hatodik a nátrium-klorid bevitel csökkentése. A túl sok nátrium bevitel megnöveli a kálcium távozását a testünkből, tehát több kálcium fog bekerülni a vesékbe, ezáltal megnő a vesekő esélye. Érdemes tehát gyakori vesekő esetén odafigyelni a nátrium-klorid bevitelre is. A hetedik és egyben utolsó lépésben négy olyan gyógynövényről és egyéb hatóanyagról lesz szó, amelyek segítenek a kövek oldásában. Az első a magnézium és a kálium, melynek legjobb forrásai a zöldszínű zöldségek, segítenek kiegyensúlyozni a kálcium szintet a szervezetben. Ételkiegészítőként pedig olyat keres, amely magnézium citrátot, illetve kálium citrátot tartalmaz. A második a K2 vitamin, mely abban segít, hogy a kálcium a csontokba kerüljön és ne a test különböző részeibe, például ugye a vesékbe. A harmadik az E-vitamin, mely növeli a vesék szöveteinek antioxidáns erejét, ezzel csökkentve a kövek kialakulását. Érdemes az E-vitamint ételekkel bevinni, és nem mesterséges készítményekkel, például búzacsíra olajjal, vagy hidegen sajtolt napraforgó olajjal. A negyedik pedig a gránátalmalé, mely megelőzési célból és vesekő esetén is érdemes rendszeresen inni. Elsősorban magas kálium tartalmával segít a kövek ellen, illetve tele van polifenol vegyületekkel, melyek növelik a veséknél lévő sejtek védekező erejét. Végezetül érdemes a vesekő lelki okaival is foglalkozni, mert a lelki okok feltárásán keresztül jobban megérthetjük a fizikai tüneteket. A vesekő azt szimbolizálja, hogy bizonyos dolgokkal az életben nem tudunk megbirkózni. Nem tudjuk őket elengedni, megmerevedve reagálunk rájuk, nem tudunk velük mit kezdeni. A kemény megkövesedett reakciókat is szimbolizálja. A megoldás, hogy keresd meg azokat a témákat, amelyekkel már ugye torkig vagy, gondold át őket, tudatosan dolgozd fel őket, gondolkodj rajtuk, és amire már nincs megoldás, azt el kell engedni. Építsd fel konkrét elképzeléseket, terveket magadban a különböző dolgokkal kapcsolatban, ezáltal mindig tudod, hogy hova kell eljutnod a következő lépésben, így folyamatos lesz az áramlás, ami által ugye az energia nem tud megmerevedni. A vesekő egyébként Saturnus-Vénusz probléma, hogyha asztrológussal konzultálsz, erre is kérdez rá mindenképpen. Remélem hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha vannak tapasztalataid a témával kapcsolatban, szólj hozzá, hozz meg másokkal is. Ha még nem vagy feliratkozva, kattints a piros feliratkozás gombra, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!